Ez az a 95 tétel, amelyet Luther Márton megfogalmazott, majd fél évszázada ezen a napon a wittenbergi vártemplom kapujára kiszegezett. Célja nem az elszakadás, hanem az elvilágiasodott egyház belső megújulása, megreformálása volt. Akkor talán még ő sem gondolta, hogy tanai máig mekkora hatással lesznek nem csak korára, hanem a napjainkig tartó történelemre egyházi és világi szinten egyaránt. Az elmúlt 500 év nagy idő, és bőven van mire visszatekinteni. Azonban a reformáció nem csak múlt, a jelenre is nagy hatással van, ugyanis egy fontos gondolatot hordoz, amit szeretne átadni a ma élő embereknek. Azt a bátorságot, amely az 500 évvel ezelőtti eseményekből jól kiolvasható, a reformátoraink az akkori egyházi, társadalmi, kulturális viszonyok között visszamentek az alapokig, tehát a kereszténység kezdetéhez, és így fogalmazták meg azokat az egyáltalán nem bántó, hanem az egyetemes egyházat felemelő tételeket, hogy egyedül a Szentírásból lehet helyesen tájékozódni, az Isten kegyelme egyedül Krisztus által, és egyedül a hit útján érhető el, és kegyelemből kapjuk meg, és ezt koronázta meg a Calvin János által kiemelt egyedül isteni a dicsőség reformátori alaptétel. A gyökerek által táplálkozunk, de a reformáció nem fejeződik be. Vallják ezt a protestáns egyházakhoz tartozók, ahogy azt is, hogy napi szinten és az adott korban csak a szentírás alapján tudunk korszerűen válaszolni a kihívásokra. A múltba való visszatekintés és a jövőbe pillantás bátorsága mellett a belső hangokra figyelés is fontos eleme a reformációnak. A lényeg az, hogy a szívekben mi történik. És most például egy olyan igehirdetés sorozatot tartottunk estéről estére az elmúlt napokban itt a Nyíregyházi Evangélikus Gyülekezetben, amelyben sokat olvastunk Luthertől. Tehát minden este felváltva szolgáltunk mi a gyülekezet lelkészei, és hát például azon az estén is, amelyen az enyém volt a szolgálat, körülbelül 50 percet olvastam föl Luthernek az írásaiból, az istentiszteletről, a nagyon személyes hitvallásából, a smalkaldeni cikkekből, aztán ahhoz kapcsolódott még az én rövidebb ige hirdetésem. Szabolcs-Szentmárbereg megyében a reformáció 500 központi záró ünnepségét november 8-án rendezik Nyíregyházán, a Continental Arénában.